Üdvözlöm a magyar barátaimat és kollégáimat! Éliám vagyok, előadó a Szent József Egyetemen. És ma szeretnék egy történet elmesélni nektek, ami a koronavírushoz kapcsolódó karantén közben volt. És szeretnék bemutatni egy klinikai vizsgálatot, ami folyamatban van. Természetesen, az ebédőben ülök otthon, ami itt az új új norma. De annyira jó, hogy ez idő alatt is meg tudjuk osztani a tudásunkat, tudunk előadásokat bemutatni és hallgatni, miközben a gyermekeink mellettünk vannak. Ők William és Andrew, a, a kisfiaim. Meg tudjuk osztani a tudásunkat, meg tudunk mutatni a fotókat, tehát ez általában a rizszáró lúpra akasztottuk rá. De nyilván szükség esetén ezt lehet uh, ilyen kis kampokra is beakasztani, és akkor így befejeztük az eseteket. Minden eset lezárása után uh, újraértékeltük a kezelést, készítettünk újabb fotókat, digitális modelleket és kefalometriai kiértékelést. Ezeket összehasonlítottuk a kezdetiekkel. És kiértékelök az okklúzióját a páciensnek és a mosoly esztétikáját. A kefalometriánál csináltunk egy összehasonlítást. Az okklúziót a peer assessment rating segítségével végeztük, amit Richmond írt le 92-ben, és a mosoly kiértékeléséhez. For himself or himself, and valaki and elküldte a pácienseknek ezeket a, a, a fotókat, és megkértük őket, hogy értékeljék uh, uh, a saját uh, mosoly esztétikájukat.